1848. március 15-e aranyoldal a magyarok történelem könyvében. Jászfény Szaru méltó módon emlékezett meg a 169 évvel ezelőtti eseményekről. A város vezetői és a helyi civil szervezetek koszorúkat helyeztek el a Petőfi szobornál, majd a művelődési házban folytatódott az ünnepi műsor. Március 15-én a szabadságot áhító és számunkra kiharcoló őseinkre emlékezünk. Az összetartozást, amit a magyar hazának úgy kellett megtanulnia, hogy állandó kihívásokat görgetett elé a történelem sorskereke. Ilyen pillanat volt, amikor a márciusi ifjak kiengedték a mentéik alatt rejtegzett szikrát a nyugatról érkező forradalmi szélben, mely ettől igazi erőre kapott. Itt az idő, hogy ne halljon éhen ember, költő! S ne fényesedjen se lánc, se a kard! Legyen boldog, hosszú emberöltő! Pődör György sorai nyitották Jászfény Szarun a városi ünnepséget, mely Szénási Sándor szavalt el a megemlékező városlakóknak. A város vezetői és a helyi civil szervezetek koszorúkat helyeztek el a Petőfi szobornál, majd a művelődési házban folytatódott az ünnepi műsor. 1848. március 15-e az álmok célok megvalósításának napja volt. A reform, szabadság és emberi alapértékeink köré rendezett követelések mind-mind álomként, iszóvágyként égtek az emberek szívébe. Nagy Gábor ünnepi beszédében felidézte, mi mindent harcoltak ki elődeink 1848-ban. Március 15-ének köszönhetjük gyönyörű himnuszunkat, zászlónk piros-fehér-zöld színének véglegesítését, hogy országunk fővárosa a Pozsony helyett Budapest lett, a hivatalos nyelv pedig latin helyett magyar. Kossuth vetette papírra először ezeket az álmokat feliratában, melyből ihletet merítve Irinyi József március 12-én megalkotta a 12 pont elődjét, amit a fiatal Magyarország kristálytiszta, mindenki számára érthető pontokká alakított. Ez volt a forradalom írott célkitűzése. Napjában megszámlálhatatlan könyv, meg annyi hanganyag és rengeteg sikerkalauz hangsúlyozza az írott célok jelentőségét, és bevallom, jó magam is sokat alkalmazom ezt a módszert, ha el akarok élni valamit. A történelmi kitekintő után a város kulturális csoportjainak közös, lélekemelő műsorát láthatta a közönség, melyben igaz történeteket elevenítettek fel a város történelméből. Az én László misírt. Én is mindig ezt olvasom. Kedves szüleim! Először is engedelmet kérek, hogy írond a papírra írok, és hogy egy kissé késő. A történelmi visszatekintőből kiderült, hogy a pesti forradalom Jászfény Szarun sem maradt hatás nélkül. A település tisztességgel teljesítette katonáskodási kötelezettségét. Fegyverrel és pénzzel is segítette a szabadságharcot. 38 forinttal járult hozzá a nemzetőrség felfegyverzéséhez, és egy századnyi beszállásolt katona ellátását biztosította a településen. Esik eső tarikára, Kossuth Lajos kalapjára, valahány csepp esik rája, annyi áldás szálljon rája, éljen a magyar szabadság, éljen a haza. Fényszarúból 94 ember vett részt a szabadságharcban. A hazaszeretet legfényesebb példájaként emlékeztek rájuk. Kulturális csoportok lélekemelő műsora hűen tükrözte vissza a 48-as forradalom és szabadságharc Magyarországra gyakorolt atmoszféráját.
Jászfény Szaló méltó módon emlékezett meg a 169 évvel ezelőtti eseményekről. Arról, hogy a 19. század végén a magyar nemzet nem először és nem is utoljára megmutatta a világnak, hogy mennyire ragaszkodik a szabadsághoz.